Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Hajagos Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Először is megkérném Önöket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, illetve némítsák le. Ezt köszönöm. Érdemes jegyzetelni. Megkérném Önöket, hogyha bármi kérdésük van, vagy megbeszélni valójuk, írják föl. A rendezvény végén lehetőségük lesz választ kapni ezekre. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem, ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzés két részből fog állni. A tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító kulcsképzésből. És a szünetekkel együtt körülbelül 3,5 órát fog igénybe venni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog családi élete van, illetve két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket, illetve több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spirituális felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rögtön itt az elején szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világgal? Mármint, hogyha ami felé a világ halad. Mérgesek az emberek. Mérgesek az emberek? Igen. Aztán? Rossz irányba halad. Rossz irányba halad? És? Etikátlanság. Sok az elnyomás. Kizsákmányolás. Sok a szeretetlenség. Én szoktam tanulmányozni az embereket mindig, mikor emberek közt vagyok, de most ugye nem a saját embereimről van szó, hanem ugye külsősök. Én tudom, hogy mondjuk bemegyek valahova valamilyen boltba, és mondjuk állok sorba, mondjuk valahol a kasszánál, és akkor közben tanulmányozom az embereket, és akkor nézegetem őket, hogy ugye... És nekem elég sokat mondanak úgy az emberek, akkor is, ha csak úgy rájuk nézek, és nem mondanak semmit, hanem csak ott teszik a dolgukat, élik az életüket éppen mondjuk ott a sorban. És hát ugye, hát közben jönnek gondolatok pont velük kapcsolatban, meg hozzájuk kapcsolódva. És sok esetben legszívesebben úgy fölkiáltanék, hogy hát tudod, mi az értelme az életednek? Tehát tudod, hogy
hogy egyáltalán miért születtél ide a bolygóra. És tisztában vagy azzal, hogyha nem fejlődsz, akkor annak komoly, rád nézve negatív következményei lesznek. Tehát úgy legszívesebben úgy rájuk kiabálnék. És akkor úgy végig gondolom például azt is, hogy tudom én, mondjuk ott vannak szülők gyerekkel. Főleg, hogy az ilyen még ilyen kisebb gyerek. Tehát mondjuk nálad is kisebb. Akkor ugye végig gondolja az ember, hogy az ember alapvetően két dologból áll. Ugye van egy teste, meg van egy lelke. És ugye a léleknek az lenne a szerepe, és fontos küldetése, hogy fejlődjön. És most gondoljátok végig, hogy mondjuk van egy pici gyerek, hát milyen kevés tudással rendelkezik az a pici gyerek. Tehát mit tudom, mondjuk egy másfél éves, vagy egy két éves. Jó, tudja mi az, hogy szeretet, hiszen feltétel nélkül szeretet alapon született. És egyébként ott van benne az, az olyan lélek, amelyik a fejlődésre született. Igaz, hogy nem most született a fejlődésre, hanem már nagyon rég. És ott van a teljes tudatlanságban. Tehát gyakorlatilag szinte nem tud semmit. És amire tanítják majd a szülők, meg amilyen mintát lát elsősorban, ugye, amilyen mintát lát a gyerek, vagy valami olyasmi életet él felnőttként. Tehát ugye az első hét évben van a mintaszerzés a gyerek részéről, a második hét évtől pedig a tanulási időszaka, de természetesen a gyerek ugye tanítva van már kezdetektől, erre, arra, amarra a szülők vagy más felnőttek részéről, akik közvetlen kapcsolatban vannak a gyerekkel. És hát most kérdés az, hogy hogy fogják elindítani a szülők azt a gyereket. Tehát milyen felnőtté válik az a gyerek, hogyha a szülőnek fogalma nincs arról, hogy neki, mint embernek, az lenne a küldetése, hogy minél magasabb szintre fejlődjön az élete során. És ez nem anyagi szint, hanem szellemi szint. Na most egy olyan ember, aki nem tudja, hogy neki az lenne a sorsa ugye ebben az életében, hogy minél magasabb szellemi szintre fejlődjön, akkor vajon milyen mintát fog látni a gyerek abban a szülőben? Vagy mire fogja tanítani az a szülő a gyereket? Például arra, hogy a legfontosabb az életben a pénz. Mert sok gyerek úgy nő föl, hogy ezt gondolja. Lehet látni a fiatalokon, a 20 év felettieken, hogy a legtöbbnek a legfontosabb a pénz. És ugye a pénzhez kapcsolódik a karrier. Tehát nők nem szülnek azért gyereket mondjuk időben, mert fontosabb számukra a karrier. És ugye elég fura, hogy hát így működnek az emberek, és ez azért működnek így, mert hát gondold végig, hogy a te szüleid hogy működtek. A te szüleidnek az volt, mikor gyerek voltál. Az volt a legfontosabb, hogy szellemileg fejlődjön. Hát nem. Nem. Főleg nem, ugye régebben, mondjuk a szocializmusban. Azt se tudta az ember, mi az, hogy szellemi fejlődés. Ha jobban végig gondoljuk, na? Azt se tudtuk, mi az. Semmit nem lehetett róla tanulni, hallani. Könyvek nem írtak róla. Tehát, ugye én végigjártam az anyag iskoláját, és rájöttem arra, hogy az anyag az igazából nem boldogít. Az anyag bizonyára te is tapasztaltad, hogy megszerzed,
és addig boldogít, ameddig megszerezted. Valameddig, talán egy pár napig, max egy pár hétig. Aztán kell egy másik anyag, meg másik anyag, meg másik anyag, meg másik anyag, meg másik anyag, nem? Hogy azt érezd, hogy boldogabb. Hogy legyen így ilyen boldogságérzeted. De igazából az ember nem az anyag megszerzésétől boldog, én azt tapasztaltam. Hanem tudod mitől? Attól, hogy jó emberi kapcsolatai vannak, és attól, hogy tud az embereknek olyan dolgokat adni, olyan tudást adni, amire az embereknek szükségük van. Na ez boldogít. Sokkal jobban, mint bármilyen anyag. Tehát nem lehet a kettőt összehasonlítani. Tehát az, aki úgy gondolja, hogy őt az anyag boldogítja, azért mondja ezt, mert nem tudja, mit jelent az emberekkel való foglalkozás. Tehát az emberekkel való jó foglalkozás. Tehát nem tudja, hogy mit jelent az emberek szeretete. Nem tudja, hogy mit jelent az emberek segítése, jobb átétele. Hát azért fontos számára az anyag. Tehát mondom, legszívesebben ilyenkor fölkiáltanák, és ott rájuk ordítanák, hogy tudod, mi az életed értelme? Itt van a végén. Tudod, mi az életed értelme az életednek? Tehát miért is vagyunk itt? Mármint nem ugye ebbe a terembe, vagy itt, akik most hallgattok engem. Nem kapcsoltam be. Na nem baj, három helyen is vesszük, de azért megnézem, hogy ez így van-e. Ennél is remélem. Igen. Jó. Tehát ugye itt vagyunk mi, emberek, és a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy a boldogságot az hozná el, hogyha egy olyan szellemi fejlettségi szintre tudna az ember eljutni, ahol gyakorlatilag nem lenne boldogtalanság. Tehát a boldogtalanság azért van az ember életében, mert nincs olyan szellemi szinten, hogy tudja kezelni az élethelyzeteit. Boldogtalanság azért van, mert tele vannak az emberek problémával. Boldogtalanság azért van, mert ezeket a problémákat ők hozták létre. Nem lenne problémája az embernek, ha nem hozná létre a problémáit. Tehát az emberek maguk hozzák létre a saját problémáikat, kétféleképpen fizikailag, helytelen cselekvés által, és szellemileg megteremtve magát azt a helyzetet, amivel ugye, amikor megjön, létrejön az a helyzet, akkor nem elégedett vele. Tehát az emberek tudás nélkül élik az életüket, hoznak döntéseket, nem tudják azt, hogy ha az életben mindenhez lenne tudásuk, akkor egy egész más minőségű életet tudnának élni. Tehát ami probléma az életedben személyesen, neked szólt probléma jelen van, azt mind te hoztad létre. Más problémája, az nem a te problémád. Bár sok ember fölveszi más problémáját is, mert manapság erre tanítják az embereket, hogy legyél ugye olyan, aki átveszi más problémáját. Tehát az emberek más problémáján buslakodnak, szomorkodnak. És ha ezt jobban végig gondoljuk, ez egy elég nagy ostobaság, nem? Miért az embernek nem elég a saját problémája? Kell másé is.
Hát figyelj, szedjél össze egy pár embertől problémát, az lesz több. Semmi gond nincs ezzel. Hallgass meg minél több rossz hírt a világban, nem a médiából, vagy nézzél, vagy olvassál, mindegy. Hallgass meg minél több embertől minél több problémát, és rögtön nem leszel jó állapotú. Nem? Hát az ember eleve, az emberben egy tulajdonságot, van egy olyan tulajdonság, amit empátiának hívnak. Ugye ez egy eléggé különleges képesség, mert az állatokban ez nem nagyon van. Tehát az emberben viszont magas empátiás képesség van. Tehát egy ilyen beleérző képesség, ilyen átérezzük a más gondját, baját. Hát most kérdés az, hogy hogyha valaki ilyen empatikusabb, jó, egy kicsit magadba nézel, végig gondolod magadról ezt a kérdést, hogy mennyire vagy empatikus, hát ha valaki egy kicsit empatikusabb mondjuk az átlagnál, akkor jó lenne, hogyha nem szaladna bele mindenféle problémába, amit az emberek megosztanak vele, vagy meg akarnak osztani vele. Mert minden bajodnak a problémája az, hogy hatnak rád a dolgok. És a dolgok most nem olyan irányba hatnak, hogy általában, hogy te jobb állapotba kerülj, hanem olyan dolgok irányába hatnak, hogy te rosszabb állapotba kerülj. És ugye minél rosszabb állapotba kerülsz, hát annál több problémát tudsz magadnak okozni, meg természetesen a környezetednek is. Tehát lényeg az, hogy, hát fontos lenne, hogy az ember ismerje az ember működését, az élet működését, a legfőbb alapelveket, de egyáltalán talán a legfontosabb, hogy az ember értse és tudja, hogy mi az értelme az életének. Hát itt vagyunk mi, emberek ezen a bolygón. Ezt a bolygót létrehozták annak idején. Nem létrejött. Ezzel a világegyetemben semmi nem jött létre. Csak úgy magától. Hanem gyakorlatilag mindent, amit te látsz ma a világegyetemben, vagy láthatsz a világegyetemben, az minden létrehozott és teremtett. Tehát, hogyha például itt vannak ezek az asztalok, ugye a modern bútorokat már ilyen faforgásból csinálják, bútorlapokból, tehát amit összepréselnek faforgácsot, és bútorlap lesz belőle. Ami azt jelenti, hogy nem lenne ez a bútor, hogyha ezt nem hozták volna létre. Nem lenne ez az épület, ha nem hozták volna létre. Tehát gyakorlatilag még az ős létforma is bement egy barlangba, és valamit ott kialakított magának, ahol el tudja tengetni az életét. Tehát az is létrehozott volt, ha más nem, még az állat is ugye fészket épít magának, vagy vackot válj ki a földből, tehát egy odút, vagy nem tudom, minek nevezzük, minek szokták ezt nevezni. Mindegy, annak, tehát az is még létrehoz valamit, hogy védelmet biztosítson saját magának, illetve hát a saját életterét biztosítsa. Na most nem is értem, hogy miért gondolja úgy bárki, hogy ami a látható anyag a világban, szabad szemmel vagy akár távcsővel, az miért jött volna létre magától? Tehát nem tudom, te mit tapasztaltál olyat itt a te világodban, amit te saját magad megtapasztaltad. Nem amit mondtak neked, nem amire tanítottak, amit te az öt érzék szerveddel megtapasztaltál. Hány olyan dolgot tudnál mondani most, ami olyan, hogy magától létrejött. Tehát magától jött létre.
Tehát megnézed, az oxigént is a növények termelik. Ha még az sem magától jön létre, nem? Tehát hány olyan dolgot tudsz mondani, ami magától jött létre? Hát miért gondolják emberek azt, hogy a világegyetemben magától létrejönnek dolgok? Mit tudom, hogy magától létrejön egy ősrobbanás, ez a hülye elméletük manapság. Érted? Le is próbálják modellezni az ősrobbanást. Egyébként biztos, hogy kamu az egész, mert biztos, hogy az a kísérlet nem azt a kísérleti telepet ott a föld alatt Svájcban, azt nem arra találták ki, hogy most lemodellezzék az ősrobbanást, hanem ott valami olyan emberek elől eltitkolt kísérletek folynak, tuti, ami biztos, hogy nem az előnyünket vagy a javunkat szolgálja, ezt én lemerném fogadni. Na most, szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, és ez most nem pesszimista hozzáállás, hanem mondjatok már egy olyan dolgot a saját életedbe, világszinten vagy kormányszinten, ami érted volt. Emberekért van. Mondjál meg egy olyan dolgot. Ha látszólag most itt van ez a csok, nem? Aha. Tudod, milyen jó dolog ez? Ez most azok kapják, ha jól tudom, azok kapják, akiknek még nincs gyerekük. Tehát, hogy vállaljanak gyereket. És akkor mondja, ó, mennyi pénzt kapok, bevállalok hármat. Aha, és nem fog összejönni a három. Mert a legtöbbnek nem fog összejönni a három. Bevállalja, csak nem fog összejönni. Utána meg kamatos kamattal ráverik az összeget, érted? Ami azt jelenti, hogy így még azokat is el tudják adósítani, akik nem is akartak fölvenni hitelt. Érted? Tehát ekkora átvágást kormány szinten, és az emberek elhiszik, hogy a kormány most jót tesz az emberekkel. Tehát egy pár ember az egészből egy pár százalék talán jó jár vele, talán. És akkor mi van a többivel? A többi meg szívni fog, mint a boci. Úgyhogy mondom, egy olyan dolgot mondj, ami érted történt. Egyet. Mondok, majd fogjuk tanulni a második részben. Nagyon fontos hatékonyságkócs képzésünk van, és ugye ez egy teljesen új dolog, és olyan dolgokat fogunk tanulni, amit szó szerint a legtöbb ember lehidalt tőle. Tehát annyira jó és találó. Tehát például akkor, tudom én, mondok dolgot, föltalálták mondjuk a, nem föltalálták, hanem bevezették nálunk a munkanélküliséget még a 80-as évek legvégén, nem? Emlékeztek? Avval elérték azt, hogy az emberek tehát azt érezzék, hogy ő rájuk nincs szükség. Érted? Tehát a társadalomnak rá nincs szükség. Tehát ő egy olyan személy, aki a társadalomban nem hajt hasznot. És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ő morálját letaszították a mélybe. A munka morálját. A hozzáállás morálját. Letaszították a mélybe. És onnantól kezdve azok az emberek, akik munkanélküli segélyből elkezdtek élni, azoknak elég volt gyakorlatilag pár hónap, hogy a normális morál szintjük az lecsúszson. És ezt most a morál az gyakorlatilag egy etika. Az egy etikai szint. Tehát az etikájuk lejjebb essen. Tehát nem véletlenül tanultuk azt gyerekkorba, a kincskereső kisködbönbe, emlékeztek? Hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Nem véletlenül tanították. Ősi világban, és ez a mondás
valahogy már nem nyert létjogosultságot a 80-as évek végétől, mert előtte ez működött. És manapság, ha megnézed, az van támogatva, aki nem dolgozik, és az van büntetve, aki dolgozik. Mi a büntetés? Hát az, hogy adót, és tehát hogy adót vonnak el tőle, az egy büntetés, az adó egy büntetés. Akárhogy nézzük, az egy büntetés. Hát most gondolj bele, a dolgozót büntetik, a nem dolgozót meg se, tehát így, jutalmazzák, na ezt a szót kerestem, jutalmazzák. Tehát ha egy, van egy szabály ezzel kapcsolatban, illetve szabályok, ha nem dolgozást jutalmazod, akkor nem dolgozást kapsz. Ez egy szabály. Ha a dolgozást bünteted, akkor nem dolgozást kapsz. Tehát a dolgozást jutalmazni kell, hogy dolgozást kapjunk. És itt ebben a társadalomban pont ellentétesen működik. Hát nézd meg. Tehát a magyar egy dolgos nép volt. Láttam a múltkor egy ilyen riportot Ausztriában, tehát ilyen magántermelők voltak. Tehát ilyen hajnaltól késő estig dolgoztak rendszeresen. Például az egyik ilyen magántermelő fenyőfákat a családjával, fenyőfákat csapolnak meg. És ugye gyantát csapolnak belőle. És ebből élnek, mit tudom én, van 7 család, amelyik ebből él. Én akkor azt mondtam, amikor ezt a riportot láttam, hogy Magyarországon nem találnánk egy családot, amelyik ezt csinálná. Érted? Tehát úgy leszoktatták a magyarokat a munkáról, hogy senki nem csinálná azt utánuk, amit az a 7 család csinál. Mert azt, ahogy végignéztem, az nem semmi munka volt. Érted? Tehát élnek a világban úgy emberek, hogy Magyarországon már nem találnánk olyan embereket, akiket utána csinálnák. Érted? Tehát gyakorlatilag itt eltelt 30 év, vagy nem egész, hát mondjuk most már 30 év, és leszoktatták a magyarokat, a dolgos magyarokat a munkáról. Hát ha végignézed, mondjuk 30 évvel ezelőtt még nem láttál olyan kertet, amiben ne normális olyan fák lennének, olyan növények lennének, ami hasznos. Ugye mik a normális hasznos növények? Hát a gyümölcs, nem? Gyümölcsfa vagy gyümölcsbokrok, nem? Meg a virág, nem? Mert a virág szép. Tehát abban lehet gyönyörködni. Tehát ezek hasznosak. Na most mit látsz? Hát örökzöld, nem? Örökzöldet, ami nem hasznos, semmi haszna nincs. Mi azért kivágtuk, mert madártanya volt. Ott rajcsúroztak benne a madarak, ezt kivágtuk, volt 3 tujafánk, azt adtunk nekik. Ez nem most volt már, vagy 20 éve lassan. És ugye mi van még? Hát fű, nem? És akkor tudod, itt ebben az éghajlatban, hát soha nem lesz olyan a fű, mint Angliában. Soha életre. És akkor ráadásul, ugye vágják az emberek a füvet, akkor a fűnyírót azt jól lerakják, tudod. Jól levágja a füvet. Ez a nap, ki is égeti rögtön. Érted? Még aznap kiég a fű, mert egész picire levágják a füvet. Hiába meglocsolják. Hát ugye napközben nem is lehet ebben a melegben locsolni, mert azért ég ki, mert a hideg vizet ráengedi az ember. Tehát lényeg az, hogy hát ha megnézed, hát én ott a környéken, ahol lakunk, ugye külvárosban lakunk, külterületen, innen a központtól kb. 5 kilométerre, és hát én nem nagyon látom azt, hogy hasznos növényekkel lennének tele a kertek. Tehát éppen beszélek a nejemmel, hogy most fönnő egy gyerek, és mivel nincsenek gyümölcsök a kertben, azt se tudja a gyerek, hogy milyen egy normális ízű gyümölcs. Megveszik a barackot,
De annak nincs zamatos íze. Mert ugye az összes gyümölcsöt zölden kell leszedni, vagy félzölden kell leszedni, mert különben pitty-putty egy-két nap alatt megromlik, és nem szállítható. Tehát egyszerűen a gyerekek úgy fölnőnek, hogy fogalmuk nincs, hogy mi a normális ízű gyümölcs. Tehát egész más a kertből leszed egy érett gyümölcs íze, mint az, amit ilyen fél érettel leszednek, hát az íz nem fog belemenni. Mit tudom én, gyönyörű szép szilvákat hozott haza a fiam, megkóstoltam, hát tök vízízű, érted? Hát gyakorlatilag semmi íze nincs. Baromi jól néz ki, csak éppen íztelen. Hát a kertben lévő szilva még nem érik, de annak legalább van íze. Tehát van egy ilyen vadszilvánk, amit még annak idején, képzeljétek el, hogy hívják azt a apró rózsaszín ilyen, nem, virág, ilyen, nem, babarózsa, babarózsát vettem, igen, babarózsát és szilvafa lett belőle. De vadszilva, mert valószínűleg vadszilva alanyra ültették, és a vadszilva az megnőtt a babarózsába, meg nem lett semmi. És hát még annak is százszor finomabb íze van ennek, annak a vadszilvának, ami ennek a gyönyörű szép szilvának van. Na, szóval képzeld el, egy olyan világot élünk, hogy mondom, úgy fölnőnek gyerekek, hogy fogalmuk nincs, hogy milyen egy igazi gyümölcs. És kapnak majd egy igazi gyümölcsöt valahonnan, érted? Akkor az lesz a rossz. Mert nem azt szokta meg, tudod? Hanem az ilyen gyakorlatilag hasonló ízt nem is képviselő gyümölcsöt szokott meg. Mert ugye már egy olyan világot élünk, hogy hozzászoktatnak az embereket olyan ízekhez, mondjuk ízfokozókkal, érted, ami igazából nincs is. És ha normális ételt eszik, amiben nincs ízfokozó, akkor az majd nem fog neki ízleni. És ugye az ízfokozó az nem természetes anyag. Az E, mit tudom, mi hányos. Oké. Okay. Tehát egy vegyszer. Tehát ugye egy olyan világot élünk, ahol az emberek így szó szerint ilyen tudatlan állapotban vannak, tehát próbálják fölülről hűíteni az embereket, de ez, én úgy látom, hogy valamilyen szinten működik is. Tehát valamilyen szinten működik is. Tehát itt vagyunk ezen a bolygón, amit ugye senki nem képzel, hogy ez a bolygó magától létrejött. Tehát ezt a bolygót megteremtették. És nem tudom, tudod-e, hogy a világegyetem az kifelé tágul. Ami azt jelenti, hogy ez a tágulás, ez ne csak úgy értsd, tehát ugye ebből indultak ki, ebből a tágulásból, hogy ez egy ősrobbanás volt. Tehát eleve a bolygók és a naprendszerek az egy pont körül keringenek. Tehát például a mi naprendszerünk az 23 ezer valahány száz év alatt, mennyi? 25.900. Ja, 25.900, 20 év alatt, tehát 25.920 év alatt kerüli meg a központot. Tehát minden forog. Na most, ha minden forog, akkor annak ellenére, hogy van egy központi, nagyon erős mágneses tér, ami magához vonza valamilyen szinten a csillagokat, de mégis a forgás következtében távolodnak a rendszerek a központtól. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kifele sokkal kevesebb bolygó és naprendszer volt régen, mint ma van. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy tágul a világegyetem, hogy újabb és újabb bolygókat, csillagokat, naprendszereket és galaxisokat hoznak létre. Kifelé.
Amikor a mi bolygónk létrejött, akkor mi a világegyetem szélén voltunk. Tehát a Föld, illetve a naprendszer, az a világegyetem szélén volt. Az azt jelenti, hogy utánunk viszonylag kevés bolygó, illetve csillag vagy naprendszer volt. Azóta viszont már sokkal több van, mióta ez a bolygó létrejött. Na most ez a bolygót alkalmassá tették az életre. És ezt a bolygót kinevezték kísérleti helynek. Még az ősidőkben, körülbelül 150 millió éve. Legalább. Tehát kinevezték kísérleti helynek. Ami azt jelenti, hogy ide telepítettek olyan lényeket, amit embernek neveztek, akiket azért telepítettek ide, hogy ami egy kicsit félresiklott, azt kijavítsák. És ezekbe a testekbe belerakták a lelkeket. Tehát születésüknél fogva. De mivel születésüknél fogva kerültek be a lelkek, ezért ha valaki nem új lélek volt, akkor törölték a tudását, mert különben nem lehet nem törölt tudással berakni az embert egy újszülött testbe. Hát most gondolj bele, akár ezzel a tudással mondjuk egy újszülött testbe kéne lenned. Hát baromi rosszul éreznéd magadat, az hold biztos. Tehát hát ha megnézed, egy újszülött az teljesen maga tehetetlen, és teljesen rászorul a legalább az édesanyjára. Ami azt jelenti, hogy gondolj bele, egy ilyen kiszolgáltatottságban lennél most ezzel a tudással. Hát elég érdekes lenne. Na mindegy, szóval ezért kellett törölni azoknak a lelkeknek a tudását, akik beszülethettek emberi testbe. És ugye elindultak ezek a, ez egy kísérlet, tehát gyakorlatilag azért csinálták ezt, hogy az emberi lélek megélje a jót és a rosszat egyaránt. És tudjon különbséget tenni. Ugyanis, ameddig nem ez volt a módszer, hogy berakták egy testbe, ahol megélhet mindent, addig nem élték meg a lelkek a rosszat, csak a jót. Tehát ameddig ez nem így volt, hogy testekbe rakták be a lelkeket, addig a lelkek csak a jót élték meg. Na most, gondold végig, hogyha az életed úgy zajlott volna le, hogy csak jó történt volna veled. Akkor a jó az élet természetes része lenne. És nem tudnád, mi a különbség a rossz és a jó között. És nem tudnád értékelni kellőképpen a jót. Tehát a világegyetemben, amíg nem testekbe rakták bele a lelkeket, és a lelkek nem élhették meg a rosszat, ezért eljutottak arra a tudásszintre, hogy maguk akarták egyes lelkek megtapasztalni a rosszat. És ez szemben állt a teremtői akarattal. És ezáltal szembe helyezkedtek a teremtői akarattal. És egy szembenállás lett lelkek és a teremtő között. És ez komoly problémát jelentett az egész univerzumra nézve, mert onnantól kezdett el elindulni a rossz. És ez azt jelenti, hogy ez a kísérlet itt a bolygón azért jött létre, hogy testbe olyan lelkeket raknak,
akiknek nincs tudásuk, hogy a lélek megélje a testen keresztül a jó és a rossz közötti különbséget, tehát megélje a rosszat is, meg a jót is, és különbséget tudjon tenni. És amikor ez az irány rossz irányba kezdett el alakulni, akkor fogták a teremtők, és azt mondták, hogy jó, akkor most ezt az emberiséget eltöröljük, úgy, ahogy van, és indítunk egy új emberiséget, tehát új lapról nyitunk. Tehát új lapot nyitunk. És ezt megcsinálták eddig 6-szor. Tehát 6 olyan emberiség volt már itt, amelyet törölni kellett azért, mert nem jó irányt vett. És elsősorban ugye az volt a probléma, hogy nem a jó volt a központi szerep az életükben. Tehát nem a jó volt a központi szerep, tehát elkezdtek rosszá válni. És akkor a fentiek csináltak egy törlést, és onnantól kezdve egy új emberiséget elindítottak a nulláról. Ez a nulla az a mondjuk a kőkorszaki körülmények. Jó, és de természetesen megint segítve lettek, mint mi. Ez a mi emberiségünk is segítve lett. Például magunktól még a tüzet se tudtuk tehát hasznunkra hajtani, kitalálni nem kellett, hasznunkra hajtani. Tehát lényeg az, hogy eljutottunk ebbe a korba, amiben most vagyunk. És ez egy olyan kor már, hogy azóta, mióta ez a Föld létrejött, már rengeteg olyan bolygó jött létre, ami sokkal kijebb van, mint a miénk. Na most ez olyasmi eset, mint mikor van egy település, mondjuk egy város, és a város szélére építenek egy börtönt. És ahogy terjeszkedik a város, a börtön lassan már nem a város szélén van, hanem a városban. Ezért fogják, olyankor azt csinálják ugye az emberek, hogy fogják, elkezdenek megint a város szélén építeni egy újabb börtönt. És amikor felépült az újabb börtön, akkor fogják, és azt abból a börtönből, ami már lassan a város közepén van, kitelepítik az új börtönbe a város szélére az elítélteket. Na most mi így vagyunk a Földdel. Tehát elkészült az a bolygó, ahova át lesznek telepítve azok az emberek, akik nem kerülnek be Isten országába. Tehát elkészült a bolygó. És életképes a bolygó, és azok az emberek átkerülnek, tehát mint lélek, átkerülnek arra a bolygóra. Miért mondom ezt? Mert a jelenlegi bolygó, ez egy olyan bolygó, ahol az emberiségnek egyetlen egy tagja sem hagyhatja el ezt a bolygót. Tehát, hogyha egy ember el akarná hagyni ezt a bolygót, mondjuk egy űrhajóval, akkor fognák és meghibásodna az űrhajó. És az illető meghalna az űrhajóban. Tehát ezt a bolygót nem lehet elhagyni. Ezen a bolygó körül van egy erőtér, egy olyan energiatér, ami nem engedi, hogy egy lélek kibejárjon. Még úgy sem, hogy testben van zárva. Tehát gyakorlatilag ez egy börtönbolygó. Most gondolj bele, hogyha tovább fejlődik itt a technika, már pedig a technika elég gyorsan fejlődik, mikor jutna el oda az ember, hogy ki akarna kerülni erről a bolygóról, és ha ki akarna kerülni erről a bolygóról, akkor hallod a médiába,
akkor gyarmatosítaná a holdat, meg gyarmatosítaná a Marsot, meg a Vénuszt, meg a satöbbit, tehát elkezdeni gyarmatosítani. Na most, hát a gyarmatosítás az nem éppen pozitív cselekvés, nem? Mert az úgy hívják, hogy leigázás, nem? Tehát ha valaki leigáz egy másik szemét, vagy egy ország leigáz, mondjuk egy nép leigáz egy másik népet, az nem éppen pozitív. Az nem éppen fér bele az emberi lélek etikájába. Ezért az emberiség nem kerülhet ki ebből a börtönbolygóból, tehát itt nem falak vannak a bolygó körül, hanem egy olyan energiatér, amin keresztül nem tudunk áthatolni. Tehát lényeg az, hogy amikor például valaki meghal, akkor a lelke el kellene hagyja ezt a bolygót, és akkor kivezetik az energiatéren. De ez egy más kérdés. Tehát itt vagyunk mi emberek, és gyakorlatilag a kísérlet befejezésre került. És mivel a Föld már túlságosan közel van a központhoz, a többi bolygóhoz képest, ami utána alakult, ezért az emberiség jelenlegi gondolkodásának energiája baromi károsan hat az univerzumra. Ezért, aki nem fejlődik föl legalább a hatodik lelki szintre, az nem maradhat ezen a bolygón, az kitelepítik a periféria szélére, hogy az ő energiája ne hasson az univerzumra, legalábbis nem a mértékben, nem tudom világos-e. Tehát nem mindegy, hogy térben egy negatív energia hol helyezkedik el. Világos ez? Minél messzebb van tőled a negatív energia, annál nehezebben hat rád. És ez pont így van a világegyetemben is. Mivel már a mi bolygónk az eléggé bent van az univerzumban, tehát már kijebb települt az univerzum, ugyanúgy egy város, ahogy kijebb települ, ezért mi már benn vagyunk a városba. Tehát benn vagyunk a lakott univerzum részbe. És a mi energiánk baromi káros a többiekre nézve. Mi baj van az energiánkkal? Hát nézd magadba, nézd meg a saját gondolkodásodat. Nézd meg, hogy a gondolkodásodnak milyen aránya pozitív, és milyen aránya nem pozitív. Tehát nem azt mondom, hogy semleges, hanem az, hogy negatív. Tehát a bolygó egy jelentős részének az emberiség jelenlő, tehát a bolygó lévő emberiség jelentős részének elérték, hogy a gondolkodása ne pozitív legyen. És ha jobban megnézzük, tehát olyan szintű tudást, mint itt az emberek kapnak nálunk, a Nyílt Akadémiánál, ugye az én vezetésemmel. Ezzel a tudással bárhova itt az emberiségben el tudunk jutni. Tehát ugye, mivel internet az már könnyen hozzáférhető a legtöbb ember számára, ezért az interneten keresztül hozzá tudnak férni ehhez a tudáshoz, amit itt kapnak, és ennek a tudásnak a révén az emberek elkezdenek tudatosodni. És mi van azokkal, akik nem akarnak tudatosodni? Tehát mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor mondjuk egy valláshoz
csatlakozok. Mutatok nektek valamit. Remélem. Ah, igen. Azt mondja, hogy kellene nekem egy O betű. Itt van. És azon belül hát akkor mégse tudom megmutatni. Hát nem tudom. Igaz, hogy ma töltöttem le, vagy tegnap, de már nem tudom hova. Ja, itt van, megvan. Mutatom, jó? Azt mondja, hogy ezt kaptam, küldte valaki, és mindjárt látjátok, csak ezt be kell csuknom. Jó? Mi nem látjátok? Jó, most már látjátok. Tudatlanság plusz vallás egyenlő terrorizmus. Tudatlanság plusz hatalom egyenlő zsarnokság. Tudatlanság plusz szabadság egyenlő káosz. Tudatlanság plusz pénz egyenlő korrupció. Tudatlanság plusz szegénység egyenlő bűnözés. És akkor, na most hova tettem? Várjál, mindjárt visszajön. De jó. Na még egyszer fussunk neki. Jó, most látszik. Tehát a tudatlanság minden gonosz gyökere. Illetve gonoszság gyökere. Érted? Tehát az embereket etetik avval, hogy vallás. Aha, csak tudást nem adnak hozzá. Az embereket etetik a hatalommal. Aha, csak tudást nem adnak hozzá. Az embereket etetik a szabadsággal. Csak tudást nem adnak hozzá. Az embereket etetik a pénzzel. Aha, csak tudást nem adnak hozzá. Jó? Az embereket szegényé teszik. Ahhoz se adnak tudást. És ez, ilyen világban élünk. Terrorizmus, zsarnokság, káosz, korrupció, bűnözés. Ilyen világot élünk. De biztos jó ez egyeseknek, de hogy a többségnek nem jó, az hód biztos. Tehát minden jó forrása a tudás. És minden baj forrása, micsoda? A tudatlanság. Így van, a tudás hiánya. Hát gondoljátok végig, hogy milyen világban élünk, és te mit akarsz? A te saját életeddel mit akarsz? Mit akarsz kezdeni? Persze, nem azt mondom, hogy szakadj el az anyagtól, ez lehetetlen. Oké? Mert a lelkünk ebben az anyagban van, ebben a test nevezetű anyagban van bezárva. És erre a testtel, tehát erről a testről gondoskodni kell. Tehát ezzel a testtel foglalkozni kell. Tehát ezt etetni kell, litatni, levegőztetni, nem? Ruházni, stb. Stb. Kell fedél a feje fölé, hogy a nap ne égesse, az eső ne áztassa, nem? Tehát télen ne fázzon meg. Tehát gondoskodnunk kell a saját testünkről, ez nem is kérdés. De ugye van ebben kapcsolatban egy fontos dolog, hogy mondjuk körülbelül a felét a lelkeddel kellene foglalkozni. Az idődnek a felét a lelkeddel kellene foglalkozni. Amit eltöltesz. Tehát amit eltöltesz időt napi szinten, annak a felét legalább a lelkeddel kellene foglalkozni. Na nézzük meg, hogy miért.
Tehát mi azt csináljuk, hogy az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Ezt azért csináljuk, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül aranykor legyen. Tehát ez úgy, az lesz a folyamat, hogy akik szellemileg fejlődnek, mindjárt meglátjátok, hogy hova, szellemileg fejlődnek, azok a Földön maradnak, egy aranykorban fognak élni addig, míg nem fejlődnek föl olyan szintre, hogy a bolygó beintegrálódhasson, tehát bekerülhessen a fenti világi létformába, tehát egy isteni létformába. Tehát azért csináljuk itt a PPA-nál, mert itt egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer, megoldás megtalálható. Ezért ugye igazából azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk az egyetlen lehetőség, mert se vallási, se politikai befolyásunk ránk nézve nincsen. Tehát az emberiség számára van egy lehetőség, az pedig a lelki fejlődés, hogy aranykor lehessen. Tehát az marad a Földön, aki ennek a feladatnak megfelel. Ez egy feladat. Tehát bekerülni az aranykorba, az egy feladat. Tehát célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Tehát akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg itt az aranykort. Ennyi. Van 7 szintje a lelki fejlődésnek, az emberek nagy része az 1-es-2-es szinten van, ami a túlélés és a biztonság szintje. És el kellene indulni a valahova tartozás szintjére, majd az elismerés szintjére, utána pedig az önmegvalósítás szintjére. És, de ez még mindig nem az aranykor szintje, az aranykor szintje az a küldetés, a 6. lelki szint. És az aranykorban kell felfejlődni a beteljesülés szintjére, hogy képes legyél isteni lényként működni. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre felfejlődik, a nagy közösségen belül saját csapat nélkül ez nem valósul meg. Tehát saját csapat nélkül nem tudod megtanulni azokat a dolgokat, ami a 6. szint, 6. lelki szint, tehát a küldetés lelki szint eléréséhez szükséges. És akkor itt megtanulod bánni, megtanulsz bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, teremtőddel. Ez kell egy kidolgozott rendszer, rendszerességgel átadható tudás, az élet és az ember működésének ismerete, az etikus, erkölcsös, becsületes, tisztességes élet, folyamatosság, profizmus, közösség, folyamatos szervezés, gyakorlási lehetőség, és kell 300 millió tudásátadó. Tehát 300 millió olyan személy, aki képes az emberiség számára átadni a tudást. Mit kell tenni, hogy az aranykor megvalósuljon? Te jó ember vagy, kezd el az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködést. Eléggé úttörő szerepünk van, teljesen egyedi a működésünk, bolygószinten. Hát egyszerűen kell rendszeresen tenni a dolgunk, vagyis minél több embernek kell eljutatni a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható, boldog élethez vezető tudást.
Ez van kidolgozott rendszerünk, 36 hónap alatt adjuk át a 24 nagy témát, ez most jelenleg így van, a jövőben ez nőni fog, itt vannak a témák, ez 9 havonta van egy szemeszter, tehát 9-szer 4 hónap az 36 hónap, tehát 4 szemeszter alatt adjuk át a tudást, 4 bizonyítványt adunk át, és a legvégén egy coach diplomát. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, és a coach azt csinálja, hogy kihozza az emberből, a ügyfeléből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Egyébként ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulnia az emberrel és az élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. Sokszor hallani emberektől, illetve nem sokszor, de néha inkább úgy mondanám, néha hallani egyes emberektől, hogy azt mondják, hogy ő nekik nem kell fejlődni, mert ő mindent tud. Hát én nem tudom. Én elkezdtem a saját fejlesztésemet, az emberekkel való foglalkozást 32 éve. Igen, mert 87-ben. Az 32 éve. És én úgy gondolom, hogy hát még sokat fogok tudni, ameddig élek ebben a földi létben, és utána még többet fogok tudni, ha már nem ebben a földi létben leszek. Mármint ebben a testben úgy értve. Lelki fejlődés az egyetlen út, amelyet teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődést, ha magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődni. Ezért kell a csapat. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Már nincs más út. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tátkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. Hát ezért igazából nem is értem azokat az embereket, illetve mert értem, mert ugye tudom, hogy ez így van, csak ezt szoktuk mondani, hogy nem értjük, de hát értjük. Tehát most gondolj bele, mennyi értelmi szintre mutat az a dolog, hogyha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell fejlődni, és minden, ami történik vele, az úgyis a véletlen műve. Tehát az embereknek meg kellene érteni, hogy van választási lehetőségük. Az a választási lehetőség, hogy vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Jó? Hát ez a választás. Tehát a fejlődés az az emberekért szükséges, nem magadért. Jó? Módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Mit kell tenni, ha elakadnál a haladásban? Nézz utána a meglévő tudásanyagokban, mindenkinek van saját vezetője, kérheti a vezetője segítségét, de tanuljuk azt is, hogy hogyan kérheted a teremtőt segítségét. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? Tudást, módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. Az emberiség számára csak egyetlen út van, az aranykorba jutás. Jó? Tehát az nem megoldás, hogy ugyanilyen létformában, vagy valami hasonló létformában, majd valami másik bolygón, kinn a periféria szélén, ott el, tehát mit tudom én, technikát elfelejtve. Jó? Az azt jelenti, hogy vissza ilyen ősközösségi szintre, majd ott újra születsz. Úgyhogy jó kis alternatíva. Oké? Már most még, ha valaki meghal, még ide visszaszülethet, de nem sokáig. Jó, és akkor mindjárt látod, hogy meddig.
Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz a lelki fejlődést, az nem éri meg a 2035-ig létrejövő aranykort. Tehát 2035-ig kell létrejönni az aranykornak. Aki 2035-ig nem fejlődik föl arra a szintre, hogy itt maradhasson a bolygón, az meghal, és vagy beszületik még egy olyan családba, amely egy jó minta az ő számára, és mivel az a azok a felnőttek már bejutnak az aranykorba, ezért a gyerekek is be tudnak jutni, mert jó mintát és jókat tanulnak a szülőtől, tehát jót látnak, jó mintát látnak a szülőktől, és jót is tanulnak a szülőktől, de a nagy része az nem itt fogja kezdeni, hogyha nem fejlődik. Akkor megy ki az új börtönbe. Oké? Jó? De mondom, úgy kezdjétek, úgy gondolkodjatok, hogy ősközösségi környezetbe. Jó? Minden emberiség úgy kezdett itt. Oké? Egy egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 év kell. Ezeket, ha nem hiszed, semmi gond, megmondom őszintén, nem az én életem, hanem a tied, majd megtapasztalod, ennyi. Jó? Tehát lényeg az, hogy itt van egy lehetőség az embernek, illetve minden embernek. Soha a történelem során nem volt ilyen lehetőség, hogy gyakorlatilag az emberiség választhat, tehát az emberek választhatnak, hogy felfejlődhetnek arra a szintre, ami által bejuthatnak egy sokkal jobb társadalmi formába. Persze, ott nincs bűnözés. Tehát az aranykorban nincsenek olyan, hogy bűnözők. Tehát nincsenek olyanok, hogy nincs szükség hatalomra. Mindenki teszi a dolgát, és mindenki a képességeinek megfelelően teszi a dolgát, mondjuk átlag napi 3 órában. A többi pedig a lelki fejlődését szolgálja. Tehát egyébként, ha megnézed, ma is, amit dolgozol, körülbelül 3 órában dolgozod meg a saját magadnak a pénzét. A pénzét. Tehát gyakorlatilag, amit fizetést kapsz, te azt körülbelül napi szint, vagy havi szinten, illetve napi szinten 3 órában termeled meg. Tehát ugye egy munka hónap az körülbelül 170 óra. Na most, az körülbelül az 1/3-ában, az mondjuk olyan nem egész 60 órában, egy hónap alatt megtermeled azt a jövedelmet, amit most kapsz készhez. A többit más rakja zsebre. Jó? A 2/3-át azt más rakja zsebre. Részben a munkaadód, nagy részben pedig a hatalom rakja zsebre. Na most ott nincs hatalom, és hatalmat nem kell eltartani. Mert mindenki teszi a dolgát. Tehát azon a szinten mindenki belső vezérlés alapján működik. Tehát lélek vezérlés alapján működik. A lélek pedig mindenkinek a lelke közvetlen kapcsolatban áll egy teremtővel. A saját teremtőjével. És az a saját teremtő, az juttat ahhoz a tudáshoz, ami neked ahhoz kell, hogy szeretetben, békében és boldogságban tudjál élni az aranykor alatt. De olyan jó, hogy megjöttetek, mert most mindenki rátok néz. És nem rám. Oké. Jó, tehát lényeg az,
hogy ha úgy látod, hogy te is be akarsz kerülni az aranykorba, nézelődhetsz máshol lehetőségeket, de nem fogsz találni, mert ez az egyetlen lehetőség a bolygón jelen pillanatban. Tehát nekünk az a küldetésünk, hogy az embereket, illetve az emberiséget minél nagyobb számban bejuttassuk az aranykorba. És ehhez még egyszer mondom, szükség van 300 millió olyan emberre, aki képes tudást átadni másoknak. És ezt mondhatnám azt, hogy 300 millió olyan ember, aki képes letenni az egóját. Inkább úgy mondanám, hogy kikapcsolni. És nem magáért tenni a dolgokat, hanem másokért tenni a dolgokat. Nem kis feladat ez megtanulni. Én azt látom a legtöbb embernek. A második részben hatékonyság coach képzésünk lesz. Olyan témakörben, ami ugye még mi nálunk sem volt, és még azoknak is teljesen új, akik már régen itt tanulnak, hát vannak olyanok, akik hát több mint 2 évtizede itt tanulnak a PPA-nál. Illetve hát akkor ugye még nem nyílt akadémiánál, hanem PPA-nál. De hát a PPA hozta létre a nyílt akadémiát. Úgyhogy további jó tanulást kívánok mindenkinek, és természetesen sok sikert, és hajrá az aranykor felé, haladjunk. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a képzést. Magamról egy pár szót szeretnék mondani. Civil foglalkozásom eredendően vendéglátói és idegenforgalmi. Rákóczi Palváról jöttem Szolnok mellől. És hogy én miért kezdtem el tanulni? Hát megpróbálom röviden összefoglalni, mert gyerekkorom óta már érdekelt a szellemiség, a fejlődés. És ahogy elkezdtem Miklósnak a tudatosságfejlesztő előadásait hallgatni, rájöttem, hogy hát itt kapok még válaszokat, és még jobban tudok fejlődni és haladni. Mindig is volt bennem egy olyan érzés, hogy hát tenni kéne, nem csak magamért, hanem másokért is. És valami pluszt adni az embereknek, de mi az? És itt kaptam meg azt a lehetőséget, hogy tudjak segíteni másoknak is, azáltal, hogy egy olyan tudást kapnak, amivel az életüket rendbe tudják tenni, és ezzel ők is tudnak másoknak is segíteni. Mindenképp tanácsolnám, hogy aki egy kicsit is úgymond érdeklődik a szellemiség iránt, illetve hogy szeretné jobbá tenni a saját életét, esetleg másokét is, kezdje el a képzést, mert itt megkapja azt a tudást hozzá, amivel rendbe tudja tenni az életét, illetve olyan módszereket, amik ezt hozzásegítik. És az alkalmazásával ez menni fog. Ezt tapasztalom is magamon. Körülbelül 20 perc szünetünk lesz. És várjuk szeretettel továbbra is az érdeklődőket. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vett és megtisztelt minket. Attól el szeretnék köszönni. 20 perc után következik a hatékonyság coach képzésünk. Köszönöm.